Figyelj, és hát figyelj! Maga meg olyan magasabb
hanem a tényleg én gördülőzésében. A régi. Az újabb. Ja. Pókember! Szia, édesem! Itt a pókember, most beszélem vele, hogy jöjjön. Szia, pókember! Jöjjön a szülinapodra? Most beszélem meg vele, hogy jöjjön el a szülinapodra. Jöjjön? Na, ott intéz neked apa? Tetszik? Várja, nem? Ó, ott van. Szia, pókember! Szia! Apa barátja, pókember! Csá, pókember, jössz a Rubihoz akkor a fiam szülinapjára? Köszönöm. Szia, uram! Szia, uram! Üdvözöllek! Szia! Megérkeztünk, ki szépet a torta? Igen. Tele aranyja. Köszönjük szépen. És egy cuki kis figurával, és azt is használhatja továbbiakban is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát hiába a legjobb finomabb torták és legjobb áron csak nálad vannak. És mindig fekete erdő. És mindig fekete erdő. Mi mindig fekete erdőt kérünk. Mindig fekete erdő legyen. Három éves, hát tökéletes, nagyon szépen köszönjük. Elég jó viszonyt ápolunk az Oli barátommal. Mondhatom azt, hogy mindegyik gyerekemnek és feleségemnek és a családon belül meg ismerősöknek is, mindenkinek, ő készíti a tortákat. Tenerő cukrázza, a pontos címe nem más, mint 13. kerület. Sobali köz 14. Egy. Az a megtiszteltetést ért, hogy Váradi Olasz mindig eljön hozzám és megkér arra, hogy készítsem el a gyermekeknek a tortáját. Úgyhogy minden bizony abban szándékomban vagyok, hogy lehetőleg jobban elkészítsem. Valamikor kicsit nem annyira sikerül, valamikor igen, de hát az elképzelések azok mindig magasak, és igyekszem megvalósítani az álmaikat. Isten éltes a rúgatot!
köszönöm veletek együtt a pizzát. Ámen. Köszönöm. Halló. Nagyon jó a buli, nagyon jól érezzük magunkat, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az olasz testvére meghívott engem és a drága családomat, úgyhogy köszönöm neki, és puszillak titeket, és még egyszer Isten értesse nagyon sokáig Gubert.
Hát láttam. Én is láttam azt. Mert a Pókember fiú. Jobb a diétára vágjuk most már a Pókembert legközelebb. Ne adjatok neki ennivalót, tudod viccel? Igazi mese, olyanok, mint az angyalok. Egy pici angyalkának, ben is olyan szépen. És olyan, mint egy angyal. Komolyan buli gyerekek, füst, komolyan. De csak mindig annyit akarok tőletek kérdezni, hogy úgy tudtok, mint Pali tényleg. Most ezt komolyan mondom. Töltsétek már végre! Van, és apa nagyon szereti felturbozni ezeket a napokat, ugyanis folyamatosan pörög és megállás nélkül csak hajszol. Mutatás! Na, csak ki Zsolti! Az jó, erős, nagyon. Mindenkitől jobb vagyok. Jó, mit akartok? Hát ha nem én nyerem, soha nem játszom. Hey! Gyere, hetes! Nem, biztos, hogy csinálod, az leugolhatod. Ja, várjál bátya, Amikor visszafele jössz, akkor is keresenek, azt figyel, az a legfontosabb. Ezt már bátya, ezt már nyertem megint csak.